Köszöntöm a nézőket, talán emlékeznek rá, hogy nemrégiben vendégem volt egy nagyszerű színésznő, Balog Erika, aki amúgy az Arany 10 Művelődési Központnak az igazgatója, és azt mondta, hogy gyere már el és nézd meg a pankreátorok előadást, biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog, és mivel én adok Erika szavára, elmentem. Hát tényleg elképesztő előadást láttam, ebből most egy icipici részt mutatunk, de aztán majd később hosszabban is, de most először ezt nézzük meg. Na hát ebből még ugye csak arra tudnak következtetni, hogy van három fiatal színész, akik valami furcsa előadást mutatnak be. Az egyik őjük itt ül most mellettem, Szabó Máté. Valóban két órára ki lehet csukni a világot, mert annyira szellemes az előadás. Akkor most szeretném, ha bemutatná a többi szereplőt, és hogy beszélne arról, hogy hogy jött ez létre. Igenis. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást, és hogy ennek így teret és helyet biztosíthatunk. Tulajdonképpen Andrássy Máté, Horváth Zoltán és Szabó Máté triumvirátusa, a hármasa ez így. Hogy ez nagyjából mit akar, még ez a fél perc is nyilván kevés ahhoz, hogy ezt az ember így videóban visszaadja. Meg amúgy is bajban vagyunk az előadás hova pozícionálásával, mint olyan. Én azt szoktam mondani, ami a társas játékokra szokott ráírva lenni, hogy 0-tól 99 éves korig tulajdonképpen ez fogyasztható. Aláírom. Nemtől, identitástól, vallási beállítottságtól és mindentől függetlenül. Tehát semmi feltétele nincs annak, hogy az ember jól érezze magát. Hogy honnan jött ez az egész dolog? Nem is egy színházban játszanak. Tehát. Nem, igaz, hogy a Pesti Magyar Színi Akadémia, korábbi Nemzeti Színi Akadémia növendékei voltunk mindannyian, de pont olyan eltolással, hogy alig-alig találkoztunk. Tehát én a Mátéval találkoztam, meg a Zolikával, de a Máté a Zolikával már nem, tehát én voltam az összekötő kapocs. És akkor egyszer csörgött a telefon a Mátétól, hogy Mátékám, mi lenne, ha csinálnánk valamit? Hát mondom, értem, már hogy így ketten. Mondom, értem, hát igen, de mit? Hát azt nem tudom, valamit. Jó. Majd aztán eltelt egy kis idő, Zolika is fölhívott, hogy Máté, mi lenne, ha csinálnánk valamit? Mondom, értem, Zolika, de mégis mit? Nem tudom, valamit. Jó. És akkor én aztán konferencia hívásban összehívtam őket, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha hárman csinálnánk valamit? Mire mondták, hogy oké, de mit? Mondom, fogalmam sincs, valamit. És ebből lett a pankreátorok. Tehát tulajdonképpen egy velünk megtörtént események, casting jelenetek, egy kicsit kiszolgáltatott görbetükör mutatás így az egész színházi világ szakma felé, úgy, hogy közben rettenetesen sok humorral van ez megfűszerezve, és nagyon törekszünk arra, hogy ne a gatyaletologatós humort próbáljuk meghozni. Igen, az előadásban. Igen, ezért tetszett nekem, hogy minden vicces jelenetben azért van mondani való, tehát nem csak arról szól, hogy oda dobjuk a tortát, és azon lehet jót nevetni, mert én például akkor egyáltalán nem tudok nevetni. Nem, sőt, akkor sírok időnként, igen. Most ez ilyen apró részletekből áll össze. Igen. Végül lesz egy nagy egész, amivel igen, az ember hazamegy. Mutatunk most még egy részletet, ez egy kicsit hosszabb, hogy a néző tudja érzékelni, hogy végül is miről van itt szó. Jó estét kívánunk, tisztelt hölgyeim és uraim! Good evening, ladies and gentlemen. Önök a pankreátorok első nagy visszatérő előadását látják. You're about to see the first big comeback of the punk creators. Bemutatom alkotóinkat. Let me introduce our team. Szabó Máté, színész műsorvezető. Máté Szabó, actor and media. Andrássy Máté, színész, humorista. Máté Andrássy, actor and comedian. És
and Zolika. Little Zoltan. Én vagyok a Darth Vader, a Darth Vader, és nagyon gonosz ember vagyok, és fekete sípkát hordok, és légzőkészüléket is hordok. Hát tam, igen. A 80 éves nagymamám az unokád lehet, de már ő is ritkán jár le kapálni a kerekbe. Joe Biden, Joe Biden, te lehet. Joe Biden, Joe Biden, az első 110 éves el. Az örök élet elixírjét 20 éve megkapta, csak azt nem értem, miért nem látszik a hatása rajta. Joe Biden, te lettél az elnök. Joe Biden, öreg Joe Biden, az első 120 évesen. Minden seg próbálom. Hát azért most már nézők valamennyit értenek ebből az előadásból. Hogy rakták ezt össze? Egyébként főleg pantomim, de azért beszélnek is benne, sőt nagyon jó zenéket is lehet hallani. Hogy rakták ezt össze? Isten, igazából mindenkinek volt valami kis ötlete, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan jelenetet, mi lenne, ha... Igen, ezt szeretném, hogyha néhány sztorit mondanak. Igen, ha filmekből hoznánk, például van egy-két ilyen kedvenc jelenetünk filmekből, a Tango és Cashből, a Gyaloggalopból mondjuk, hanem, ahol egy-egy olyan szófordulat van, vagy egy olyan jópofa fölfűzött sztori, amit egyszerűen megtanultunk az évek során, és azt mondtuk, hogy miért ne játszanánk ezt el a mi magunk módján, hiszen annak is ott rejlik a humor a mélyén, és végül is ki keservek árán tudtuk összehozni egy 40 perces műsort legelőször 2010-ben. És ezzel találtuk mi meg szegény Erikát, hogy mit szólna hozzá, ha mi ezt játszanánk itt az Aranytízben. Mire mondta, hogy hát ő semmi jónak nem elrontója, úgyhogy... Azért nem baj, ha színésznő az igazgató. Az nem, igen. Mert ő ezt nagyon tudja értékelni. Igen, és tudja, hogy tényleg milyen nehéz így egy önálló műsort összehozni. És akkor hát eljött 40 néhány tulajdonképpen családtag, ismerős, barát, ez az amaz. Akiknek... Ez hányban volt? Ez 2010-ben. Akiknek ez közel állt ez az egész téma, meg a megvalósítás, mert ők ismertek bennünket, és hát velünk együtt tudtak kacagni. És... De hát azért mi is éreztük, hogy itt-ott azért kilóg a lóláb egy picit, és akkor miután ennek se rendezője, se jogdíj birtokosa, se semmi ilyenje nincs, tehát azt csinálunk ezzel a műsorral tulajdonképpen, amit akarunk, így aztán gondoltunk egyet, és akkor a következő előadáson kivettünk belőle egy jelenetet, tettünk bele egy másikat, akkor kivettünk még kettőt, tettünk bele négy másikat, akkor jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha írnánk arról, hogy mi lenne, ha úgy... Mondjon néhány sztorit belőle. Például volt egy olyan próbálkozásunk, hogy a Lord, a Szolga és a Pantomimes. Ezt így mi találtuk ki. A Lord volt a Máté, én voltam a Szolga, és a Pantomimes pedig Zolika volt, aki majd meglep minket, és akkor hagytunk benne improvizatív helyeket is. Hogy szórakozzanak is közben. Hogy mi magunk is szórakozunk egy picit, meg hogy igen, hogy ne legyen unalmas, és hogy meg tudjuk lepni a másikat. És akkor a Máté bejött nagy széles, zűfeces mozdulatokkal, és akkor azt mondta, hogy most mi várható, Szolgám? Mire én próbáltam valami figurát játszani, kicsit púposan, kicsit így, úgyhogy hát itt van nagyságos kegyelmes uram tisztelettel, itt van egy kis helyes fiatal fiú, egy kis pantomim művész, aki majd el fogja szórakoztatni kegyelmességedet, ha nem tudom. Na, és akkor bejött Zolika, akinek megteremtettük a lehetőségét, hogy bejöhessen és szórakoztathassa a Lordot, és akkor Zolika úgy csinált két-három labdával, mert ugye se kellékünk, se díszletünk, se jelmezünk, semmink nincs, tehát mindent a képzeletre bízunk.
meg a technikai megvalósításra, és akkor úgy játszott, mintha ő 3-4 labdát dobált volna 10 másodpercig, majd utána elejtette őket, és ilyen borzasztó szerencsétlenül nézett rá az urára, hogy hát mit szól hozzá. És akkor szegény Máté is csak álltott, mint egy nagy lord, nézett rám, hogy ez volt a műsor, és akkor annyit mondott, hogy hát ez rettenetesen szarból szolgál, és akkor olyan jól tudtuk röhögni mi magunk is rajta, úgyis a néző egyáltalán nem tudott ezen röhögni, hiszen döbbent arccal várta, hogy mi lesz majd a slusszpoén, de se slusszpoén nem volt, se semmi. Szóval tulajdonképpen az évek során és a közönség visszajelzései alapján... Semmi kontroll nem volt, tehát aki kívülről nézte volna, tehát saját magukat kontrollálták. Abszolút, igen, abszolút. És, de és hát ez most már nem 40 perc, azért mondjuk hát el. Hát ez most már nem, ez most már 1 óra 30 az első rész, és egy bő óra a második rész, tehát egy közel 3 órás. Igen, én meg is lepődtem, hogy ilyen egész hosszú, estés szórakoztatás. És mégse unja az ember, és nem, nincs igen. Mehetnék el. Ez egy nagyon jó visszajelzés nekünk, és az, hogy tényleg olyan önfelett kacajokat hallhatunk jelenetről jelenetre, és hogy valójában tényleg mi ez. Tehát a stand-up comedyhez szoktuk hasonlítani, mert végül is egy pódium szereplés, de ugyanakkor így, hogy hárman vagyunk, mégis dramatizáljuk azokat a helyzeteket, jeleneteket, anekdotákat, színházi, olyan sztorikat játszunk el, amik elmesélve is rettenetesen viccesek tudnak lenni, és nagyon nagyot tudnak lenni. A casting, amire hát gondolom járkálnak a színészek. Hát járkálnak. Azt mesélj el a castingot. Reklámválogatásokra és ilyenekre. Úgy kell elképzelni, mert ugye azt mondják a hétköznapi emberek, vagy nem tudom, hogy fú, hát a civilek, hogy hát nektek milyen kánoánati életetek, és hogy csak fölgyúlnak a fények, és szét vagy a függöny, és az egész egy élvezet. Oké, de hát emögött azért a backstage-ben ott történnek dolgok, és megalázó dolgok is történnek, amiket az embernek el kell viselnie, és hát nem egy olyan reklám és film válogatáson vettünk részt, egy kicsit ilyen modern lóvásár ez, hogy felsorakoztatják az embereket, és akkor bizonyos szempontok alapján kihull nagyon sok belőlük, és akkor marad a végén néhány ember, akire számíthatnak. Úgyhogy olyan szituációkba kevernek minket, hogy itt és most ennél az asztalnál én azonnal játszam el, hogy nekem mind a 7 gyerekemet elvitte a 7 fejű sárkány. Tessék! Hát értem, egy pillanat, de van valami, ami úgy csinál, mint egy sárkány, vagy lehetne itt 7 olyan bábú, akiket én tudok siratni, vagy nem, most így csináld. Jó, és akkor így megpróbálja az ember csinálni, de hát hogy tudja csinálni? Hát olyan szerencsétlen az egész. És hát ezeknek is megkerestük azt a humorforrását, ahogy ezt mi úgy tudjuk eljátszani, hogy a néző is értse, mert a néző nagyon szeret benézni a színfalak mögé mindig egy picit, nagyon szereti azokat a titkokat. Az áteliét, persze. Igen, amiből ő általában ki van hagyva. És így, hogy egy picit adunk belőle, de közben mégis megpróbálunk színházat csinálni, ezt is szoktuk mondani, hogy ugye föl is tesszük, interaktivizáljuk egy kicsit a műsort, hogy mi nélkül nincs színház. És akkor szokták mondani, hogy darab nélkül, nincs jelmez nélkül, nincs függöny nélkül. És mondtam, hogy hát igen, de nálunk se darab nincs, se jelmez nincs, se függöny nincs. Mégis próbálunk színházat csinálni, és talán valamelyes sikerül is. Tehát próbáljuk egy kicsit úgy a nézőnek a színházi vonalat kézzel foghatóvá tenni, hogy próbálunk versengeni a letfallal, próbálunk versengeni a tülfüggönnyel, próbálunk versengeni a tánckarral, de közben meg nem akarunk versengeni vele, hanem itt mezít láb, egy rövid ujjú pólóba és egy hosszú farmerbe. Volt úgy, hogy egy jelenetet azért hagytak ki, mert nem jól reagált a közönség? Igen. Igen? Igen. Na hát ez például fontos szempont. Igen. Abszolút. De tulajdonképpen a közönségből merítünk előadásról előadásra, és ha van egy-egy olyan... Azt hiszem, hogy már van olyan, aki ezt többször is megnézte, igen, ugye? Vannak igen. Ilyen követők. Igen, vannak fanatikus rajongók, akik már csak azért is eljönnek, hogy na, mi az, ami új a múltkorihoz képest? Hogy hadd lássanak valami kis ateliét, valami kis belső poént. Általában egyébként az előadás 90%-a az ami, és a maradék 10%-ban hagyunk magunknak egy kis improvizációs lehetőséget, de az egyik leghízelgőbb dolog, amivel megszoktak minket találni a nézők, hogy ez végig improvizáció volt. Hogy el tudjuk azt hitetni velük, hogy mi ott az adott pillanatban hát találjuk ez nagyon ki fontos, ezeket igen. A dolgokat, és közben meg
Szóval egy nagyon-nagyon szerethető dolog, és akkor ezt 2010-től 2015-ig játszottuk, ott az Erikánál, az Aranytízben, és aztán magánéleti helyzetekre hivatkozólag végül is ez bedugult, ez a próbálkozásunk, de nagyon jól éreztük magunkat, és tiszteletbe tartottuk egymást és egymás kérését, úgyhogy ennek akkor ott egy kicsit meg vége szakadt, és akkor aztán pont a Covid előtt gondolkodtunk azon, hogy na mi lenne, ha esetleg... Jókor. Jókor, a legjobb pillanatot választottuk hozzá, na az amiatt így elakadt, és akkor, és tulajdonképpen hát most 22. szeptemberétől élesztettük újra ezt a... Mikor láthatja legközelebb a néző, hogyha... Ha minden igaz, akkor ma este leszünk az Aranytíz Kultúrház. De van további előadás. És van április és májusi időpontunk is. A nyarat még meglátjuk. Az is például egy... Az Aranytíz honlapján meg lehet találni, igen, hogy mikor játsszák. Igen. Az is például egy érdekes tapasztalás volt, hogy szokott lenni a pozsonyi piknik, például ugye a színházi napon, és akkor ki lehet menni egy kicsit a színházakkal ismerkedni, ez az amaz, és mi is jártunk kin az Aranytíz szervezésében, és próbáltunk szabad téren, ha tetszik, jeleneteket összefűzve eljátszogatni. És nem működött. És azért nem működött, mert nem volt koncentrált közeg. Tehát ennek a színháznak, mint olyan elengedhetetlen szükségeltetése, hogy oda kell figyelni. Lehet ez szabad tér, de akkor kordonnal el kell választani a néző, vagy a civil sétálóktól, meg a kismotoros átment a színpad, meg a nézőtér között, és kész, hát oda lett az illúzió. Hát tehát... igen, ott egyébként a zenés műfajok élnek meg igazán, ami igen, elnyomja igen. A hangzat. Mielőtt a személyes kérdést tennék igen. föl, azt azért megkérdezem, hogy bár most már tudom a választ, mert előtte megkérdeztem, hogy ugye volt egyszer egy Stílusgyakorlatok című előadás, Dörner György, Gáspár Sándor, Bán János, ami hát ugyanilyen, hát zarándokoltunk utánuk, ahol játszották, hogy azt mondta, hogy nem nézték meg. Igen. Ezért érdemes lenne egyszer megnézni. Igen. Nem éreztem azt, hogy koppintották, hát attól, hogy három színész csinál valamit, attól az még nem koppintás. Persze. Érdekes dolog ez is, hogy én például most már azt veszem észre magamon, hát most már 30 éve vagyok tulajdonképpen a pályán, mert én is gyerekszínészként kezdtem Kecskeméten, 93-ban, kisen merem mondani. Szóval, hogyha volt is olyan lehetőség, hogy megnézhettem volna más alakítását ugyanabban a szerepben, ami én voltam, akkor valamiért elkerültem. Tehát ebben is van egy olyan, hogy véletlenül se az legyen. Igen, ezt is megértem. Hogy legyen ránk hatással. Nyilván legyen hatással, tehát azzal nincs baj. Na de most már szerintem meg lehetne nézni. De valószínűleg hogy most már így nem. Igen. Szabadúszó, ugye? Igen. 2010-ig voltam én a Pesti Magyar Színház. Elküldték, vagy eljött? Eljöttem. Miért? Hát mai világban egy színésznek, hogy egy társulathoz tartozzon, hogy legyen egy fix jövedelme. Igen, egy, kettő, csípkebokor vesző. Nem, hanem szóval olyan velejárói vannak annak, hogy az ember egy társulati tag. Hát igen, kötelezettségek. Olyan kötelezettségek, amik nem feltétlen építik. És a szabadság jobban megéri. A szabadság akkor jobban megérte, vagy legalábbis arra vágytam. És nagyon úgy volt, hogy nekem a szinkron karrierem elkezdett elindulni elég erőteljesen. De az most is tart. Az most is tart. Hát rengetegszer hallom a nevét. Tehát volt egy olyan... B sáv, de közben nem szeretem le B sávozni, mert ez is egy nagyon fontos ágazata szerintem a színháznak. Tehát volt egy olyan másik lehetőség, hogy akkor én lehet, hogy a színpadon nem is nagyon fogok a továbbiakban szerepelni, én inkább akkor szinkronizálni fogok. És tényleg volt egy másfél év, amíg én nem nagyon álltam színpadon, ami hát azért egy színész életében az olyan, mintha most egy pedagógusnak hát, azt mondanák, hogy most nem kell jönni tanítani, majd szólunk másfél év múlva, akkor tessék, mert azért az... És aztán elkezdtek megtalálni, hála Istennek, olyan szerepek, tehát mondjuk egy társulati tagként az embernek el kell vállalni mindent. Tehát nincs olyan, hogy nincs, vagy ha visszaad egy szerepet, az nagyon rossz
fényben. Tehát máshonnan megtalálták. És máshonnan megtaláltak olyan feladatok, amikre én már nagyon vágytam, és valaki más meg meglátta bennem, hogy ez a fiú ezt még miért nem játszotta el, meg ezt, és akkor ez így aztán elindult egy ilyen áradattá, és akkor hát megfordultam a játékszintől, a József Attila Színházon át, a Vidám Színpadon keresztül, a különböző turné színházakig, a Gergely Roberttel, a Háda Janiékkal, a Vona Tiborékkal csináltunk olyan, most már olyan monstre és olyan világszínvonalú musicaleknek vagyok főszereplője, amik zseniálisak, a Gyöngyhajú lány balladájától kezdve a Vadakuránját. Tehát nem boldogtalan, nem csalódott. Nem. De közben meg azt kell mondanom, hogy de, egy kicsit csalódott vagyok, és egy kicsit csalódott az Andrássy Máté, és még egy kicsit csalódott a Horváth Zoli is, és szerintem ennek az eszenciája találkozik ebben az előadásban. Tehát itt kiélhetnek valamit, itt egy kicsit, amit máshol igen, nem kapnak. Igen. Van még egy bejátszásunk, egyébként ez az egyik legjobb rész az előadásban, többször is igen. Előjön, amikor pantomimben ugye zenéket, dalokat eljátszanak. Igen. Na akkor nézzük ezt meg. A csíta. Miért pont ő mutogatja el a dalokat? Mert minden dalt ő mutogatja. Igen. Nekünk az akadémián szerintem egy nagyon jó kiképzésünk volt a Pesti Magyar Színiakadémián. Néhány osztálynak megadatott, hogy lovagolni járhatott, néhány osztálynak megadatott, hogy vívhatott, néhány osztályba például pantomimet is tanítottak. Nekünk pont azt nem, viszont Zolikáéknak igen. És Zolika elég ügyesnek is. Ki tanította? Rátermetnek. Ezt most nem tudnom baj. Kellene. A nagy magyarországi pantomim művész, de miután én nem találkoztam vele, ezért a neve nekem nincs benne, de Zolika köpné vágná. És tulajdonképpen hát ezt olyannyira tökére fejlesztette, ha lehet azt mondani, hogy
hogy úgy volt, hogy egy ideig ő pantomim művész is lesz, és majd elindul ebbe hát az ágazatba. Lehetne. Csak ugye az is egy olyan nyilván egy nagyon szép ágazata a színháznak, csak megérni, de nincs nem a helyén kezelve az sem. Tehát, hogy, na, igen, viszont gondolom nem akar a Hősök terén egy aranyszoborként egyetlen álló helyzetben lenni. Bedobjanak pénzt a 18 órán keresztül, hogy esetleg igen, egy 20 hárman barátok is? Tulajdonképpen azt mondom, hogy a szó nemes értelmébe véve igen, nem vagyunk úgy napi kapcsolatban, hogy minden nap fölhívjuk egymást, de azok a fajta barátok vagyunk, akik ott tudják folytatni, ahol abba hagyták. Ha 5 évre hagyták abba, akkor 5 év múlva, ha 5 percre, akkor 5 perc múlva, és ha 5 hétre, akkor 5 hét múlva jön. Hát meg ez az előadás azért kicsit hasonlít a légtornászok mutatványához. Tehát itt, ha egy valaki nem kapja el a másikat, és nem tud összhangba lenni a három ember, akkor nincs nevetés. Ez biztos, és ilyen tekintetben nagyon alázatosak vagyunk, és tényleg nagyon jó nevelést kaptunk a Pesti Magyar Színiakadémián. Ott azért olyan nagy ágyúk társaságában nőhettünk mi föl, mint Agárdi Gábor, Béres Ilona, Sinkovics Imre, Kállai Ferenc, Raksányi Gellért, Mór Marian, Csernos Marian. Hát ez elég jó tanári kar, igen. Hogy sorolhatnám. És ők azzal tanítottak, hogy fogalmuk se volt róla, hogy tanítanak, tehát ők a puszta létükkel, megjelenésükkel, színpadi kiállásukkal, stb. És olyan fegyelmet és olyan alázatosságot tanultunk, amit a mai napig nem felejtettünk el, és nem szaladt ki a kezünkből, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy ha és amennyiben valaki nem teszi oda magát, a másik kettőnek azonnal egy kicsit segíteni kell, és ez pro és kontra működik mind hármunknál. Ezért mondtam, mint a légtornászok. És ettől összeáll általában a dolog. Kis túlzással azt merem mondani, hogy mondjuk egy 10-es skálán 8-as alá nem tud leesni az előadás semmilyen körülmények között, de mindig próbálunk inkább a 11 felé közelíteni, és egyszer-egyszer... Hát én szerintem olyat láttam, mert én nem éreztem. Egyszer-egyszer sikerül is, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon szeretjük. Hát köszönöm szépen, hogy eljött, és remélem, hogy a nézőknek kedvet csináltunk, mert 3 órára kicsukni a valóságot, ez ma nagy ajándék. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Én is köszönöm.